Közel egy éves munkafolyamat zárult le július 1-én, amikor a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat fenntartásba vette a Dunaföldvári Napsugár idősek otthonát az önkormányzattól. A 10 évre szóló szerződés céljai közé tartozik az ellátás színvonalának emelése, az infrastruktúrális fejlesztések végrehajtása és egy stabil, kiszámítható idős ellátás biztosítása, jelentette be Jónás Gergely, a Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli régiójának vezetője. Bármilyen fenntartótól is veszünk át intézményt, hogy az itt lakók számára semmilyen változás ne legyen érezhető. Valaki egyszer ide bekerült, választotta ezt az intézményt saját lakhelyének, akkor attól, hogy fenntartók váltják a feje fölött egymást, attól neki ne legyen se kellemetlen, se rosszabb, de ha lehet, legyen jobb. Úgyhogy a törekvésünk célja azért nagyjából mégis az, hogyha tudunk minőségi ellátásban fejleszteni, akkor fejlesszünk, legyen ez infrastruktúrális fejlesztés, legyen ez a lakókat érintő szolgáltatásoknak a körének a bővítése. Jónás Gergely példaként említette a mobil tüdőszűrő állomást. Jelentősen megkönnyíti ugyanis a lakók és a dolgozók vizsgálatát egy ilyen eszköz. Ilyen és hasonló szolgáltatások várhatóak Dunaföldváron is. Lipták Tamás, a Máltai Társintézmények vezetője azt mondja, a fenntartó váltástól a szolgáltatások színvonalának emelkedését várja, mivel korábban alkalma nyílt megtapasztalni ellenőrként, miként működnek a Máltai Szeretetszolgálat intézményei. Nekem nagy álmom volt az, hogy egy olyan intézmény struktúrában tudjak dolgozni, ami, illetve hát azt tartsunk fenn itt a dél-dunántúli régióban, ami azt a színvonalat tudja képviselni, amelyet én korábbi években megtapasztaltam. És ez a kettő, illetve az, hogy Dunaföldváron az önkéntes csoport, az közel több 30 éves munkája, később a támogató szolgált, majd pedig a tanoda létrejöttével az idősek otthona kiegészülve egy olyan komoly szakmai bázis és tudásbázis alakult itt ki Dunaföldváron, azt gondolom, ami a későbbiekben egy nagyon erős alapot képez a máltai gondoskodás, a máltai munkásságra nézve a jövőben. Eddig is zajlottak karbantartási, felújítási munkálatok, de a jövőben még nagyobb hangsúlyt kapnak a fejlesztések. Többek között a fűtés korszerűsítése várható, mondta Fábián Papp Szilvia, a Napsugár idősek otthonának intézményvezetője, aki tavaly november óta irányítja az idős otthonban zajló szakmai munkát. Tavaly megvalósult, hogy megcsinálták a kertet, elég szép lett, úgyhogy még azt most gondozzuk. A jövőben is vannak terveink, ugye majd gondolom lesznek pályázatok, amire benyújtjuk. Szeretnénk felújítani, korszerűsíteni például a konyhát, vagy mosodát, vagy bármi olyat, ami a dolgozóink hasznára, meg a lakóink hasznára lenne. A Dunaföldvári idős otthonban jelenleg 90 lakó él.